állam és nemzet a rendszerváltás után, hogy a mi sorskérdéseinkkel foglalkozik, az egész magyarságéval, lényegében nem csak az ország lakosokéval, hanem a Kárpát-medence teljes magyarságáival. Úgyhogy a legegyszerűbb, hogyha én most visszadobom a labdát a szerzőnek, és azt mondom, hogy ez a könyv, amelyet ünnepi körülmények között mutattak be annak idején a Gellért szállóban, sőt, ha helyesen emlékszem, és akkor talán igazíts ki, ha nem így van, maga Habsburg Ottó volt, aki figyelmébe ajánlotta az olvasóknak? Így van, hiszen ő adta az ötletet is, ahhoz ő vele készült a legelső interjú még 1991. októberében, amikor azt kérdeztem meg tőle, hogy tulajdonképpen a Habsburg családnak ő az egyetlen olyan még élő tagja, akinek föl lehet tenni azt a kérdést, hogy miért nem megy el Aradra megkoszorúzni az aradi 13 tábornoknak az emlékművét, és ez annak idején viszonylag nagy port vert fel. És később is, amikor ugye a Pán-Európa Unió elnökeként különböző, hát fogalmazzunk úgy, hogy politikai értelmű kijelentéseket tett, és ugye gyakran látogatott Magyarországra, akkor én felkerestem, beszélgettünk. Tehát amikor nekem eszembe jutott, hogy mondjuk ezeket az interjúkat, amelyek az elmúlt 10 évben készültek, Jeszenszky Gézával például, amikor aláírta az ukrán-magyar alapszerződést, vagy Kovács László külügyminiszterrel később, amikor a szlovák-magyart, illetve a román-magyart aláírta, akkor szinte kínálkozott az a lehetőség, hogy ezeket az interjúkat is beleválogassam. De készítettem másokkal is interjúkat ebben az időszakban, és akkor, amikor készítettem, akkor már gondoltam rá, hogy ugye egy-egy ilyen interjúnak az elkészítése viszonylag sok felkészülést igényel, és sajnos a rádiós műfaj az olyan, hogy a pillanatnyi hatása az viszonylag nagy, de ha az ember abban gondolkodik, hogy hát a tevékenységének a lényege az, hogy az utókor számára is valamiképpen ezt összegyűjtse, megőrizze, megnézze azt, hogy abban az adott pillanatban az illető politikus társadalmi, közéleti személyiség hogyan reagált, akkor jó, hogyha ezek valahol megvannak összegyűjtve, és az impulzust azt arra, hogy ezeket az interjúkat is beleválogassam, az tulajdonképpen a Tolcsvai Klub adta meg. A Tolcsvai Klubot mi 99 őszén kezdtük el szervezni a Tököli út 76-ban. A Tököli Klub néven is ismert egyébként itt a fővárosban. És az egyik néni a 6. vagy a 7. előadásnál megjegyezte, hogy tulajdonképpen miért csinálom én ezeket a klub rendezvényeket. Tehát nyilván azért csinálja ezt Gecse Géza, mert ebből könyvet akar írni. Na most tulajdonképpen ez volt, ami szöget ütött a fejembe, és arra gondoltam, hogy még a két választás közötti fordulóban kiadom ezt a kötetet így egybegyűjtve. Az első kiadásban, ugye ami a Kairosznál jelent meg itt Magyarországon, és főként ezt kapható itt Magyarországon a könyvesboltokban. Ugye úgy terveztük, hogy csak 300 oldal volt, de aztán 450 oldalra sikerült, és még kidobtunk belőle néhány olyan interjút, aminek eredetileg bele kellett volna kerülnie. Kikerültek belőle a képek, névmutatót se tudtunk beletenni. De közben ennek a kötetnek ugye eltelt 3 hónap, és sikerült megjelentetni a Délvidéken azt a változatát, amelyet a Logosz kiadó jóvoltából Tótfaluban adtunk közre, és ott is bemutattunk. Ebben már vannak természetesen ez a bővebb, képek, a kemény táblájú. Persze, tehát ez egy 650 oldalas változat, vannak benne képek, meg névmutató is van benne, és természetesen egy ponttal nagyobbra vannak benne szedve a betűk. Igen, és ez olyan jó érzés is kézben tartani. Azt mondja, Altó Alvár az első név, az A betűnél, és Zsirinovszky az utolsó. Igen, széles paletta ez, hogy ki mindenkit emlegettek az interjú alanyok, vagy ki mindenkiről lehetett szó. Én azt gondolom, hogy talán azt kellene tennünk, hogy előbb nézzük meg, hogy a Pán-Európa Unió elnöke Habsburg Ottó hogy ajánlotta ezt az olvasók, nézők figyelmébe. És akkor talán, ha neked volna ehhez néhány kommentatív megjegyzésed, akkor azt is tedd meg. Úgyhogy kollégáimat arra kérem, hogy indítsák el a bejátszást. Nézőinknek megmondom, hogy megjelentek telefonszámaink a képernyőn. Ha kérdésük volna a szerzőhöz vagy a könyv kapcsán, bátran telefonáljanak és tegyék fel. Kérjük akkor a bejátszást. Találkoznom önökkel, megbeszélve azt, amit ez a könyv ad nekünk a jövő számára. Azért mondom azt, mert e napokban idejön
Giscard d'Estaing volt francia elnök, akit megbízott az Európai Unió az úgynevezett konvenció előkészítésében. Nem könnyű a feladata, mert a tárgyalások azokkal az országokkal, amelyek be akarnak lépni az Európai Unióba, olyan sikeresen jártak, hogy a végén még a boldog nyugatiak is ráeszméltek. Ez a Gellért szállóban volt ez a rendezvény, amin készült a felvétel? Így van, a Gellért szállóban volt, és áprilisban volt még természetesen. Tehát ez azt jelenti, hogy már idestova egy jó fél éve. Most azt látni, hogy az ajánlást Habsburgottól írta ehhez a könyvhöz, vajon azóta, amióta ez a rendezvény volt, találkoztatok-e? Persze, a múlt héten pont egy hete a Sóskúti Habsburg birtokon találkoztam az elnök úrral, illetve a fiával, és hát én ott még nem jártam soha, tehát mondjuk ez egy érdekes találkozó volt. Ugye van egy viszonylag nagy kastély, van hátul egy istálló, amiről nem tudtam korábban, hogy istálló, és hát eléggé esett az eső aznap, egy hete. És fölhajtottam az autóval, így a két épület közé, és ugye hát kutyák is vannak, meg kamerán figyelik az embert, és de ők én szerintem nem vettek engem észre, vagy nem figyeltek rá, és úgyhogy egy kicsit úgy lementem a hegynek a tetejéről, és akkor ott láttam bent az elnök urat, Habsburgot, ott mindig gondban vagyok egyébként a megszólításával, mert ugye Liptai grófnő volt a, mikor szerveztük ezt a 2000-es az unió, az állam és nemzet, a Magyarország helye az Európai Unióban című vitaestet Orbán Viktor miniszterelnökkel, akkor miniszterelnökkel, illetve vele, akkor tulajdonképpen hát ugye az ember kapcsolatba kerül azzal, aki ezt a rendezvényt szervezi. Na most Liptai grófnő a Liptai utcában lakik, a férje után kapta meg egyébként a nevét, és hát őtőle tudom, hogy mondjuk ő felségének szólítják meg még az arisztokraták ma is. Hát teljes joggal egyébként az jogfolytonos. Mennyit adunk ebből a bejátszásból? A parlamenti történelmet az évszázadokon át arra jutott rá, az arannak a tudására jutott, hogy tényleg csak, hogyha a parlamentnek több mint 300 vagy 300, maximum 50 tagja volt, akkor már nem is parlament, hanem szavazómasina.